A Notre Dame épülete 2019-ben vált a lángok martalékává. A katasztrófa híre egy pillanat alatt végig söpört a sajton, az egész világ döbbenten állt az európai kultúra ikonikus szimbólumának pusztulását látva. Az országok vezetői egymás után fejezték ki megrendülésüket. Elborzadva figyelte a világ, ahogy környezetvédelmi aktivisták krumplipürével öntötték le Monet egyik nagyértékű, mai árfolyamon 45,6 milliárd forintot érő az Őrkövek című festményét Németországban. Miközben az orosz-ukrán háborún kívül Jemenben, Etiópiában és Mexikóban folyó, összesen eddig több mint 100 ezer áldozattal járó háborúk sokkal kevesebb visszhangot kapnak a közösségi médiában. Na vajon miről akarunk beszélni? Az a nagy kérdés... Én föltennék egy kérdést ezzel kapcsolatban, mert itt lényegében arról beszélgetnénk, hogy azért a kulturális örökségek fontosabbak-e, mint mai aktuális problémák. És ebben az egészet le lehetne egyszerűsíteni egy dilemmára, amit gyakran gondolkozom. Tegyük fel, hogy ott vagy egy szakadék fölött, és a bal kezedben van a Szent Korona, a jobb kezedben meg egy kisgyereket tartasz. És mögötted áll egy katona egy géppisztollyal, amelyik azt mondja, hogy ha most valamelyiket nem dobod be a szakadékba, akkor belelőlek a szakadékba mindkettővel együtt. Vagy csak az egyiket, nem, csak az egyiket tudod tartani. De ez tudod, úgy átélhető a dolog, hogy ez érted kell, hogy legyen egy zsarolás. Nincs kell, kibúvó, hogy legyen egy nincs olyan, nincs, hogy nem választok. Nincs olyan, hogy nem választasz, de, hanem akkor de, én megmentem mindkettőt. Szakad le az a függő hír, mert, tehát még abban az emberben, aki rám a géppisztoly tartja, a halálomig reménykedhetek, amíg agyönlő gyerekestől, Szent Koronástól, mert hiszen ember, hát ha megesik rajtam a szíve, de a gravitációnak nem esik meg rajtam a szíve. Tehát zuhan a híd, nem ha nem kapom meg el, megsemmisülünk mindannyian. Nem esik meg a szíve, mert ő rá is fogja a fegyvert valaki, és hogyha nem teljesíti a parancsot, őt is kivégzik. Jó, tudjuk, hogy megy nem ez. Lehet kimagyarázni. Nincs kimagyarázás. Helyzet, választani kell. Az a lényeg, hogy választani kell a kisgyerek meg a Szent Korona között. Nekem automatikusan azt mondom, hogy a kisgyereket választanám. Egyértelmű. Nem egy olyan nehéz, nem egy olyan bonyolult dilemma, bár a Szent Koronát szeretjük, de a kisgyerek élete biztos, hogy többet ér. Milyen élete lesz annak a kisgyereknek, akire utána egész életében, gyerekkorában, felnőtt korában úgy hivatkoznak, hogy na, ott a Szent Korona helyett élő ember. Akkor talán jobb lett volna, hogyha meghal? Talán jobb élete lett volna zuhanás közben, mint a következő 50 évben? Úgy, hogy ő a Szent Korona helyett élő ember? Konzervatívok fogalmazták meg úgy a közösséget és az egész történelemhez való viszonyunkat, hogy a liberálisok hozták létre, gondolták ki a társadalmi szerződés gondolatát. És a konzervatívok pedig azt mondták, hogy van társadalmi szerződés, de hogy az a múlt és a jelen közti társadalmi szerződés. Tehát akik korábban éltek, a történelmi figurák és a jelenben élők között is van egy szerződés. És abban az esetben, mondom, nem kérdés, hogy én is a gyereket választanám automatikusan, de ilyenkor... nem csak a Szent Koronáról döntezte, a Szent Korona sorsáról, mint koronázási ékszerről, hanem azokról is, akik valaha a magyar történelemben mondjuk életüket adták a Szent Koronáért. Igen, tehát hány embernek az életen múlt egy tárgy, vagy egy erekje, vagy egy kulturális produktum, vagy képzőművészeti alkotás, vagy egy épület, bármilyen ilyen kulturális és civilizációs szimbólumnak a megőrzésén. És amikor te a tiédet, vagy másét, akár egy ártatlanét nem adod oda, abban a pillanatban az addig ezért elhalálozók tulajdonképpen olyan, mintha értelmetlenek lennének, de tulajdonképpen nem, hiszen tovább megőrizték és láthatóvá tették azt a civilizációs szimbólumot, amit mi megtekintettük, megörökítettünk, a különböző médiumjainkba foglaltunk, és már a tankönyvek lapjain is oda néz rád, sőt a YouTube-on. Tök mindegy. Lehet itt... ügyeskedni, meg ravaszkodni, meg spekulálni, meg zsonglőrködni a Szent Koronával, meg a gyerekkel. Ha a Szent Koronát választod, és a gyereket beleveted a szakadékba, akkor gyilkos vagy. Gyilkos. És felelős vagy a gyerek haláláért. Felelős vagy a gyerek haláláért. Míg, hogyha a Szent Koronát dobod be a szakadékba, akkor te megmentettél egy életet. De ha cserébe hazaáruló vagy, mondjuk. Nem vagy hazáruló, szerintem nem. Valójában vagy, nem. Ezt a címkét fogod kapni, de lehet, nem igaz. Hogy majd megkapod, de ugyan tényleg fogsz találni erre bárkit is, aki azt mondja, hogy te a gyereket választottad, pedig a koronát kellett volna, és büszkén önérzetesen beleáll ebbe az álláspontba, hogy a gyereket kellett volna beledobnod, te hazáruló.
Trombitás Kristóf. Valószínű. Igen, de ehhez tudod, már olyan fokú cinizmus kell, hogy már ne érjen a neve. Amennyivel a Szent Korona kultuszból indulunk ki, akkor úgyis megfogalmazhatjuk, hogy ebben az esetben a Szent Korona mentette meg a gyereket. Ugye a budai várat a Szent Korona nevére telekkönyvezték egyébként, hiszen akkora volt a Szent Korona kultusz Magyarországon. Tehát a Szent Korona önmagában egy személyiség volt, és ebben az esetben akkor úgy oldhatjuk fel ezt a dilemmát, és mondom, nem kérdés, hogy a gyereket választanám, hogy akkor itt lényegében a Szent Korona áldozta föl magát. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg hallgatón gondolkodik az, hogy miért nem adom oda a Szent Koronát a gyereknek, és ugrom le én, de továbbra is itt a választás a feladat. De tudod, ha odaadod a Szent Koronát a gyereknek, és leugrasz, akkor utána dobják a Szent Koronát is, meg a gyereket is. Mert nem teljesen. Mert igen, ők úgy veszik, tudod, nem tudod átcseszni őket, akkor ők úgy veszik, hogy ezt a döntést hoztad, hogy egyiket se kéred. Sőt, a saját életedet se. Megfogalmazhatnánk ennek a beszélgetésnek a címét úgy is, hogy mit áldoznánk föl, vagy hát kit áldoznánk fel egy eszméért, de úgy is megfogalmazhatnánk, hogy a múltért odaadnánk-e a jelent, vagy a jelenért odaadnánk-e a múltat. Azért, ha belegondoltok, itt most a mondjuk társadalmi szerződést említettél, mindent a múlttól kaptunk. Tehát az, hogy nekünk törvényeink vannak összeírva, vagy társadalmi rend alakult ki, és különböző polgárháborúkon, háborúkon és nyomorúságukon keresztül kipróbálták azt, hogy tudnak meglenni egymás közelében ennyien úgy, hogy viszonylagosan a jólét és a teherviselés eloszoljon közöttük, azt a múltnak köszönhetjük. Na de vajon akkor abból nem elége megtartani ezeknek a berendezkedéseknek az emlékét? Kellenek-e az erekjéi egy emberélettel szemben? Az 1960-as években az egzisztencialistákról inspirálva Hayden White nevű történész, történelemfilozófus fogalmazta meg a Történelem terhe című eszéjében, hogy a múlt, és amennyiben a múltban beleragadunk, az mennyiben korlátozza a jelenbeli és a jövőbeli cselekvőképességünket. És az Ibsen Pergönt című darabjában van, amikor a Per elvetődik Egyiptomba, és lát egy egyiptomit, aki a hátán egy múmiát cipel és görnyed alatta. És ez a szimbóluma volt annak, hogy egy nemzet vagy egy nép mindképpen tud beleragadni a múltjába, valamilyen dicsőséges múltba, ami nem tud túllépni, és a múltbeli ősöknek a terhe, a múltbeli nagyságoknak a terhe nyomaszt minket. Mint ha a görögökkel is ez lett volna. Vagy éppenséggel Magyarországgal, hát gondoljunk bele, hogyha túllépnénk a múltbeli sérelmeken, a múltbeli ellenségeskedéseken, a múltbeli traumákon. A turáni átkon. Akkor mennyivel cselekvőképesebbek lennénk a jelenben és a jövőben? És hogy amikor szoborháborúkat vívunk, és arról megy a vita, hogy Károly Mihálynak vagy Tisza Istvánnak legyen szobra a Kossuth téren, akkor ezzel azért sokkal fontosabb problémák elől vesszük el egyébként a teret. Mondom úgy, hogy nyilván egyébként történészként megkérdeztek engem ezekről a kérdésekről, és nekem ez egy fontos szereplési lehetőség. De tudod, arról van szó, hogy ez egy menekülő út a politikának, a jelenből a múltba. A jelen kihívásai azok kényelmetlenek. Ott áldozatokat kell hozni, ott bizonyos csoportoknak a rovására kell dönteni. Azzal, hogy szobrokat állítasz, tudod, valójában egy szimbolikus térben tartod az ügyet. Valójában senkinek a bőrére nem megy a játék. Persze ott is vannak olyanok, akik örülnek a döntésnek, meg olyanok, akik kárhoztatják a döntést, de tulajdonképpen egy ilyen azonosulási játék megy, hogy valójában te tudod, kivel azonosulsz, melyik ki a te hősöd, Leó vagy Ágica, ennek nincsen igazi tétje. És a politika tényleges tétjétől menekülnek ebbe a modellezett térbe, a múltba, a múlt dilemmá, és annak is ebbe az identitáspolitikai szimbolikus gesztusaihoz és aktusaihoz a politikusok. Na de lássuk a tényleges morális dilemmákat. Egy 25 éves random személy jobb keze, vagy a szent jobb? Tehát ott állsz a szakadék szélén. Melletted egy 25 éves random személy, akinek vagy levágod a jobb kezét és a szakadékba veted, vagy a szent jobbot veted a szakadékba, máskülönben agyon lőnek, és mindkettő a szakadékban végzi. Mi a választásod? Én szeretném azt hinni, hogy menteném annak a fiatal embernek a jobb kezét. Tehát merem azt hinni, hogy egy adott pillanatban valahogy igazként viselkedek, hogy az ötödik pecsétben, ugye lényegében
merem-e megprofozni a Krisztusként kifüggesztett munkást annak érdekében, hogy megmentsem a kis zsidó gyerekeket, akik nálam vannak. Itt azért nem, itt már nem egy életről van szó. Tehát tulajdonképpen mindkét entitás megmarad. Szent Istvánból amennyi maradt, és a random 25 évesből amennyi maradt. Igen, igen, de tudod, te döntesz annak a 25 évesnek Ja, nem a saját karodról. Igen, nem a saját karodról döntesz, hanem valaki másikról. Jó, de nem is önként jelentkeztem erre a feladatra, kivéve ő se önként jelentkezett erre a feladatra. Őt is sorsolták, ahogy téged is. Én is hajlok arra, hogy nincs jogod levágni valakinek a jobb kezét, hogy egy erekjét ments. Még akkor se, hogyha az az erekje mondjuk tényleg spontán mumifikálódott, és mondjuk valamiféle isteni csoda fűződik hozzá, hiszen hát milyen jogon veszed el valakinek a kezét arra hivatkozva, hogy ez egy szent erekje? Vagy itt az erekek kultuszra mindig eszembe jut, hogy a Luc Besson Jean-Darc filmje, hogy a igen. Szent épp olaját. Csodát teszek, épp csodát teszek. Igen, az egy csodálatos pillanat. Vagy kevésbé. Jó, oké. Okay. Én is hajlok arra, hogy inkább a szent jobbot. Na, akkor máshogy teszem fel a kérdést. 25 éves random személy jobb kezének az eltörése, vagy a szent jobba a szakadékba? Na, ha így vetődik fel a kérdés, akkor mit válaszolsz? Hogyha az én kezemről van szó, hát nem szeretném elveszíteni a jobb kezemet, lehet, hogy úgy vagyok vele, hogy hát a szent jobb, de amikor már kész törésről van szó, a saját kezemet inkább törjék el, mint hogy a szent jobbot én miattam belevessék a szakadékba. Hát az én kezem eltörése az. Szinte mindenkinek az életére jut egy kész törésbe, igen, az enyémre speciál eddig nem jutott. Nekem már volt annál inkább behúzhatom ezt, igen. De azt hiszem a megfelelési kényszer mondatta velem még az előbbi esetben is, hogy mit fognak majd rólam gondolni, és itt nem a helyes erkölcsi érzékű emberek mit fognak gondolni, hanem akik a szent jobbot hiányolják. Igen, de azok mit fognak rólam gondolni. Ettől jobban félek, mint attól, hogy elítélnek, hogy egy random embernek hajlandó voltam levágni a kezét. Én jobban tartok attól, hogy elítélnek, hogy hol a szent jobb? Hát még a habony is tudott vigyázni rá. Hát mit műveltél? Az az igazság, hogy ha... Jó, nem tudom, hogy arra is vigyázott, de értitek, mire gondolok. Nem arra, nem ő vigyázott, de tudod, mindjárt a Szent Koronát mellé rakhatjuk, bár nem hiszem egyébként, hogyha a Szent Koronával, majd Szent Koronával megterheljük a Szent Jobbot, és azt mondjuk, hogy Szent Jobb és Szent Korona, vagy egy random ember kezét vágjuk le, hát szóval tudod, annak az erkölcsi felelősségével élni, hogy te levágtad valakinek a kezét, hogy mentsél két erekjét. Ez a pokoli legó, amiből mi most játszunk, ez azt hiszem, hogy két összetevőből áll. Az egyik, az a megmenteni kész, vagy hát tudod, a szimbólum, egy szent jobb, egy erekje, egy kulturális szimbólum, vagy akár valami erősebb, és majd mindjárt mondunk erősebbeket is. A másik pedig azt a határt keressük, hogy egyre, csúnyán fogalmazok, de egyre kevésbé értékes, vagy kevésbé szent életeket teszünk fel. Ugye az előbb még egy gyerek meghalt, most már csak egy kicsit idősebb srác, már volt egy-két jó bulija, elhelyezkedhetett a munkahelyén, és tulajdonképpen a keze törik el, sőt, tulajdonképpen a saját kezemet ajánlom fel. Ugye ez itt enyhül, és hol csúszunk bele abba, amikor könnyedén mondjuk azt, hogy Nem, én a kéztörésnél már ott tartok. Tehát amikor arról van szó, hogy én eltöröm valakinek a kezét, és ezzel megmentem akár a Szent Koronát, akár a Szent Jobbot, eltöröm a kezét. Aztán majd jóvá tesszük valahogy, ha 1500 ember kezét kell eltörni? 1500 embernek törjön el a keze, hogy megmeneküljön a szent jobb. Kicsit ilyen Ultimate Fight-os YouTube videókban érzem magam, tudod, ahol 6000 Jézus, 9000 Velociraptor ellen, meg ilyen animációk mennek. Szerintem még mindig megéri. Tehát még mindig megéri, mert a kéztörés, tudod, olyan, hogy semmi jóvá tehetetlen nem történik. Két év múlva már el is felejtetted a dolgot, ott a kezed, nincs tartós veszteség. Tudod, hogy hol kezdem érezni magam? Elmondom, hogy itt a kegytárgy vagy szimbólum skálán mik vannak még följebb, mint egy erekje. Ugye egy komplett épület, legyen az a Notre Dame, vagy mondjuk a Szent Péter bazilika, ami a világvallásnak a szimbóluma, sőt az európai erkölcskultúrájának a szimbóluma, ha úgy vesszük. Uh-huh.
nyilvánvalóan többet ér, mint egy festmény. Mégis elképzelhető, hogy romba dőlhet, és nem vállalsz érte egy világháborút. Na de vajon a szabadság és a függetlenség és a szabadságjogok eszméje, ami Európában legalábbis még ennél is szentebb, ezért már meg lehet-e vívni egy háborút? Mert itt nem az a kérdés, nem, tudod, amikor a másik oldalon meg emeled a tétet a gyerek élete fölé, hogy itt 100 000 ember, vagy 100 millió ember fog meghalni, és már nem is annyira fog, tudod, nem fogjuk megszámolni külön, hogy hány volt között egy gyereknő és felnőtt férfi és fiatal férfi, akkor mi van a túloldalon? 1 millió ember túléléséért halt meg 100 millió ember? Tehát nagyban is eljátsszuk a Ryan közlegény megmentését? Vagy tényleg valami eszme, vagy tulajdonképpen a világ rendje, ahogy eddig ismertük, az van veszélyben, és ezt hisszük el. Mert látom azt a pontot, hogy azt mondta, hogy ott van a Szent Jobb az egyik kezedben, és egy szurikáta a másikban. És így vagy, hogy röhögve dobja le az emberek 90%-a a szurikátát, hogy tudod, tegnap csirkét ebédeltem. Tulajdonképpen nem teszek semmit, amit másnap ne tennék meg. Egy állat életénél biztos, hogy többet ér ez a szimbólum. De ha ezen a skálán elkezdünk úgy menni, hogy az igazán fontos dolog van az egyik serpenyőben, maga a civilizáció fennmaradása, vagy az emberiség fennmaradása, vagy a földi élet fennmaradása, akkor a túloldalon vajon milyen tétet ér meg? És mégis azt látjuk, hogy megvívunk háborúkat, és elveszejtünk benne 10 000-eket, 100 000-eket és milliókat, és utána nehezen tudnám megmondani, hogy tényleg valami óriási civilizációs eszménynek a fennmaradása semmi, volt a cél, vagy semmi. Egy területi követelés, vagy egy felfuvalkodott embernek a nemzetérzelme, vagy a történelemkönyv megfelelő oldalára kerülni kívánása az, amiért a vér folyt. De mennyire döbbenetes volt, hogyha visszaemlékeztek az emlékezetes szurikáta botrányra, ugye 2018 végén, tehát Kumbéla 1919-es félholtra veréssel váltott ki akkora visszhangot, vagy még az se, mint a szurikáta, akit egy kisgyerek ugye megharapta az ujját, és hozzácsapta, és a szurikáta meghalt. És hát a kisgyerek ellen elszabadult a közösségi média, tehát a gyűlölködő kommentek, és hogy a De volt benne annyi kezét. Tartás, hogy soha nem mondta el, hogy ő közben a másik kezében a Szent Jobbot tartotta. Inkább 100 szurikátát ölnék meg, mint hogy a Szent Jobbot feláldozzam. Abban a pillanatban, hogy szurikátára váltjuk fel a dolgot, abban a pillanatban nagyon könnyűvé válik a dilemma. Nagyon egyszerűvé válik a dilemma. Bár nem akarok szurikátákat ölni, de ha ez a dilemma, és így áll a dolog, simán. És egy gyereknek egy... gyakorlatilag virtuális meglincselése és szurikáta halála között, ugye milyen könnyen választott egyébként a magyar Facebookozó tömegtársadalom, automatikusan föl se tette magának a kérdést, hogy milyen következményei lehetnek annak. Igen, hogy... az ember ellen fordult, de az áldozat oldalára állt, és ezzel csinált még egy áldozatot. Amúgy a 100 szurikátához csak egyet kell hozzáadni, és 101 lesz belőle, ami kiskutya, amiből viszont rögtön szörnyen ad a frász, bundája is elkészülhet. Az a helyzet, hogy nincs olyan, tehát én azt hiszem, hogy a határ az a levágott végtag, meg az eltört végtag között húzódik. Az eltört végtag jóvá tehető, és azzal kiváltható szerintem a Szent Jobb meg a Szent Korona. A levágott végtag az azért kritikusabb. Tehát ott már úgy vagyok vele, hogy ajánlja föl a végtagját valaki. Igen, hogy kinek... A magáét ajánlja föl, ne én döntsek a másiknak a végtagjáról. Az eltörés az olyan, hogy vállalom az eltörést, megmentem a Szent Jobbot, és utána jóvá fogom tenni azt a kéztörést, majd főzök neki minden nap valamit, amit nem tud fölemelni a jobb kezével, azt majd fölemelem helyette, vagy valahogy megoldjuk a dolgot, majd valahogy kártalanítva lesz. Na de mi a helyzet akkor, és most akkor hagyjuk az ember életeket, mert ezt nagyjából beárasztuk a Szent Jobbot a kéztörés meg a kézlevágás közé, nagyjából. De mi a helyzet mondjuk a Mátyás templommal, ami én nem tudom, hogy lenne másik gótikus templom Magyarországon, nem tudok róla, hogy lenne.
Kénytelen. Lehet, hogy van, de én nem tudok felidézni ilyesmit. Nagy Magyarországon van, ugye, még ugye Nagy Magyarország, tehát a mai Romániában van, ugye a brassói fekete templom, az Európa legkeletibb gótikus katedrálisa. Na, de hogy minden esetre Csonka Magyarországon az egyetlen gótikus templom a Mátyás templom, és akkor így vessük fel a kérdést. A Mátyás templom felgyújtása és kiégése, vagy a Szent Jobb a szakadékba? Itt te melyiket választod? Érdekes, mert olyan, mintha az egyik ilyen belső, a másik külső meditációs objektum lenne. Tehát az egyikbe bemész csatlakozni valamihez, ami feljebb van, míg a másikat megnézed, hogy csatlakozz valamihez, ami elmúlt. Hát meg a különbség. Én a templomot hogy... választanám a túlélés. Aha, én értem, de tudod, föláldozod a Szent Jobbot, amiből nem lesz Szent Jobb, tehát soha többé. Míg, hogyha földgyújtod a templomot, azt helyre lehet állítani, hiszen kőből van, benne egy csomó minden kiég, de aztán tulajdonképpen renoválni lehet, és hogyha csak pénzkérdés. Mi folyamatosan ezt tesszük. 5-10 éven belül úgy néz ki megint a Mátyás templom, mint a patika, hogy a mondani szokás, tehát tip-top. Viszont, újra a régi. És megmarad a Szent Jobb. Míg, hogyha a Szent Jobbot ledobod, megmarad a Mátyás templom, de 15 év múlva vagy 20 év múlva újra renoválni kell, minusz Szent Jobb. Hát én azért inkább a Szent Jobbot menteném, vagy akár a Szent Koronát, és akkor tudod, égjen le a Mátyás templom majd, ha helyreállítjuk. Jó, akkor brutálisan ég a Mátyás templom. Meghúldod el a tűzoltókat úgy, hogy jó eséllyel az egyikük életét veszteti a mentés során? Ha nincs bent senki, aki él, én nem. Ha nincs bent senki, akit ki kell menteni, én nem küldeném be. Igen, az egészről az jut eszembe, hogy megint az emberélete kapcsán John Lennon volt az, amikor a vietnámi háború idén elindította azt a plakátkampányt, hogy a Happy Christmas War is Over kampányt, és egy tévéstúdióban megkérdezték tőle, hogy mennyibe került ez az egész kampány, mennyit áldozott rá. És a John Lennon azt válaszolta, hogy nem tudja, de biztos kevesebbe, mint egy ember élete. Hát igen, de tulajdonképpen ez ettől még akármennyi lehet. Tudod, akármennyit érhet. És ez alapvetően, én úgy gondolom, hogy ez alapvetően az evangéliumi szellem. Előtte erről nem volt szó. Előtte erről szó, egy Krisztus előtt szó nem volt erről, hogy az ember élet az valamiféle abszolút érték, ami felmérhetetlen. Az nagyon jól kifejezhető volt az ember élet a római birodalomban, az a tőzsdén jegyezhető volt egy ember élet, kifejezhető volt ceszterciuszokban, hogy mennyit ér egy ember élet, ha római polgár, mennyit ér az emberi élet, hogyha barbár, mennyit ér az emberi élet, hogyha rabszolga, ez kalkulálható volt, és az evangélium, meg hát tulajdonképpen az új szövetség törölte el ezt a számítást. Felmérhetetlen, és tudod, végtelen értékű az ember élet, két ember élet pedig végtelenszer kettő, tehát megint csak végtelen. A végtelen nem szorozható semennyivel, mert végtelen. Ennek megfelelően egy ember élete ugyanúgy végtelen, mint 100 000 ember élete, és világos, hogyha 100 000 ember élete áll szemben egy ember életével, vagy akár csak két ember élete áll szemben egy ember életével, akkor az egy embert kell feláldozni a két ember megmentésének az árán, bár nem mindegy mennyi idősek. Egy 15 éves ember, vagy két 85 éves ember. Ha így vetődik fel a kérdés, a két 85 éves embernek összesen lehet hátra 10 éve az életéből, míg a 15 éves embernek egyedül lehet hátra 60 éve az életéből, vagy 70 éve az életéből. Na, ha így számoljuk a dolgot, lehetséges, hogy az egy embert érdemes a két emberrel szemben, de hát akárhogy is kettőt ölsz meg, és egyet mentesz meg. Itt a hátralévő évek számával is kalkulálni kell, és megint csak egy súlyos erkölcsi dilemmával. Milyen egészségügyi állapotban van? Ugye itt a transzplantációs listákat szerkesztők azok, akik ebben évtizedes gyakorlatra tettek szert, hiszen ott ténylegesen kénytelenek olyannak adományozni egy szervet, aki élni tud vele a szó elég szoros értelmében. Egyébként szinte senki nem így dönt, hanem mindig benne van a gyűlölet vagy a dű a döntésben, mert ha ennyire kimért pszichopata módon összetudná szorozni, hogy hány ember élet az egyik oldalon, másik oldalon, akkor senki nem támadna meg senkit, nem tudom, 3 000 ember tragikus sorsa miatt nem áldozna föl 80 000-et. Erre mondta a Sztálin, hogy egy ember halála tragédia, 1 000 000 és statisztika. Jó, ehhez is pszichopatának kell lenni, hogy valaki ezt kimondja, de valami... Nem csak kimondja, hogy élje. Megvalósítsa, de akárhogy is a 20. századnak egy szörnyű igazságát fogalmazta meg Sztálin.
Azzal búcsúznék, Robi, hogy fölteszek egy nehéz kérdést hallgatónktól. Neked címzi, azt mondja, csettintened kell. Az egyik csettintés megöli a gyereket, a másik kitörli Hamvas Bélát a kultúrából minden művével együtt. Válasz. A gyereket választom, és akkor... Milyen célra? Feláldozom. Nem, a gyereket választom, hogy megmentsem. A Hamvas Béla életmű az meg porladjon el. És azt tudod, hiszem, ha hogy... Ha minden olyan gondolkodót, és nem biztos, hogy 500-nál többen vannak, mint Hamvas Béla, végül feláldozunk a műveikkel együtt, a végén sehonnan nem fogjuk tudni, hogy a gyereket kellett volna megmenteni. Igen, ez így van. De én azért abban bízom, hogy Hamvas Béla egyetértene velem abban, hogy egy ilyen dilemma keretében az ő életműve semmisüljön meg, és a gyerek meneküljön meg. Én ebben szinte biztos vagyok.